A Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program egyik legjelentősebb és legszemélyesebb eleme volt a privát Veszprém projekt, és az ennek keretében összeállított fotógyűjtemény a helyi lakosok családi képeivel és a hozzájuk tartozó személyes elbeszéléseikkel. A fotokollekcióból ideiglenes szabadtéri kiállítást rendeztek tavaly az ActiCity-ben, december elején pedig egyedülálló magyar-angol nyelvű album formájában is kiadták a család családtörténetekről. Szóló gyűjteményt. A kötet egyik fejezete a Kővári Kapai családról szól. A műsor vendége Szabatkáné Kővári Margit és Kővári László, akiket sok szeretettel üdvözlök, köszönöm, hogy elfogadtátok a felkérésemet a beszélgetésre. Mindkét interjú alanyommal megismerkedésünk óta tegeződünk, bizonyára megértik a hallgatók, ha ezúttal is így teszünk. Ki hogyan találkozott a privát Veszprém projekttel? Laci. Márkusné Vörös Sajnalka, aki a Veszprém különböző területének a könyveit szerkesztette, a legutóbbi kiadást a Temetőhegy, ahol mi is születtünk, éltünk gyerekkorunkba, és ő kért meg arra, hogy ő javasolta, hogy, hogy szeretne, ha bekerülnénk erre a, a projektbe, a könyvbe, és hát elfogadtuk a fölkérést, sokat kellett izgulni, összeállítani a családfát, a, a mi legyen benne, de végül is hát így sikerült. Hát a könyv az magáért beszél, nagyon jó a fotó is, meg hát azért a leírások is élvezetesek. Neked is tetszik, ahogyan megjelent? Hogyne, nagyon, nagyon tetszik a könyv sokak, akiknek megmutatta, meg látták, olyan visszajelzést kaptunk, hogy, hogy hogy, kerültél be inkább, az volt a leginkább a kérdés, mert örültek neki, ismerőseim. Igen, és egy régi hagyományt is felelvenít ez az egész, amikor évente, két évente egyszer a családok szépen beültöztek, elmentek a fotóshoz, és akkor lefotózták a családot, és ez aztán örök élmény maradt, ez örök élmény marad nektek is. Így tudom, van, az tavaly nyáron, is. Szép, amikor szép, ö, ö, megkértek, hogy menjünk el egy szombati napon, hát izgultunk, ment el a Kapai-Kővári család apraja nagyja, akit össze tudtunk szedni, és hát így sikerült, ahogy a könyvbe lehet látni. Gratulálok a döntéshez, biztos, hogy teljes mértékben rendben volt. Margit, mit lehet tudni a családról, aki nem ismerné még? Ezt eddig népes családról van szó, és hát azért van egy nagyon komoly történetet, történelme. Itt mindjárt mondjuk is, hogy érintjük majd Márkót és az a 1940-talán 8-as kitelepítési, igen, valóban, valóban komoly története van a családnak. A nagypapám és a nagymamám 31. február 3-án házasodtak össze. A következő évben csatára kerültek, mert hogy ott a nagypapa elvállalt egy csősz állást, a nagymama pedig a csatári kápolnának volt a, lett a gondnoka. Tehát csatára költöztek, és ott éltek sokáig. A háborút is ott vészelték át. A háború viszontagságait, a, a sok szörnyűséget, borzalmat, azt a sok fájdalmat és szenvedést. Ezt édesanyám mesélte, hogy mind mentek keresztül. Tehát ők ott laktak a háború alatt végig, csatáron, de a háború közepén meghalt a nagypapa, aki 43-ban hirtelen súlyos beteg lett, és meghalt. Így aztán a nagymama, a két gyermekkel a harmadik gyermeke a pocakban volt, tehát ő még csak utána született meg a harmadik gyermeke, a férje halála után. Ott maradt özvegyasszonyként a háború kellős közepén csatáron. Megszületett a harmadik gyermeke is. Nagyon-nagyon sok nehézség árán végül is Veszprémbe tudta költözni, tehát a háború végeztével ő beköltözött a három gyermekével Veszprémbe, egy Béla utcai lakásnak a hátsó részébe, albérletbe. Tehát ő már a háború után, 45 után már Veszprémben lakott és ugye a kitelepítés pedig 48. januárjában volt, ahol a nagy nagymama testvérei közül négyet telepítettek ki, kettőt Németországba, kettőt pedig Bakonyákóra. Egyik pillanatról a másikra talán, ugye? Egyik pillanatról a másikra, Itt, igen. Mi csak sokszor idősen volt nagyon igen. arra, hogy rendesen összepakoljanak. Annyit mondtak, hogy 20 kilós csomagot vihetnek magukkal, és hogy mikor indul a vonat Onnét Márkóról, és volt egy olyan bácsi, aki akkor ott Márkon, a vasútállomáson infartust kapott és meghalt a szörnyűségek, a borzalmak átélése miatt. Nagyon nagy tisztelettel írnak ebben a privát Veszprém családtörténeti kötetben édesanyátokról. Rendkívül sokat tett a közösségért, és ahogy tényleg írta a könyv, rajongásig szerette mindenki, aki csak ismerte. Hogyan mutatnátok be édesanyátokat? Nagyon jó szervező volt nagyon tudott emberekre hatni a munkákra, ahogy a temetése után egy bácsi megjegyezte, úgy tudott kérni, hogy nem lehetett ellent mondani. Tehát ez egy olyan különleges képesség. Ez egy külön volt, is És atomány. ezt hasznosította az egyháznál, a rabmária forrásnál, a csatári kápolnánál, és a családban, illetve hát a polgárőr Nyugdíjas polgárőr Egyesületnek is alapító tagja volt, szinte haláláig. Ugyanakkor édesapátokról is érdekes dolgok olvashatók. Szerintem Margit írta le nagyon aranyosan, hogy egy szép, jól megtermett testben egy galamb lélek lapult. Ugye jól értettem? <laughs> Igen, apukánk nagyon romantikus lélek volt, nagyon szerette a verseket, különösen Petőfi Sándor verseit, azokat szinte mindet kívülről szavalta. Ö, minden nap ott volt nála a petőfi Kötütt, verses kötet, a verses versenyt. kötet. Ott volt a kezében minden nap, és szinte mindenhez idézett petőfi verset bármi történt, ahhoz tudott valamilyen petőfi verset csatolni, és azt kívülről mondta. Nagyon-nagyon szerette Petőfi Sándort, és hát neki a lelke is ilyen volt, ilyen szép volt, ilyen lírai ilyen, ilyen volt. És ő mivel foglalkozott egyébként? Ő is fizikai munkás volt, mint ahogy a családban mindenki, tehát az édesanyám és az édesapám is fizikai munkával keresték a kenyerüket. Édesapám sok mindent csinált, fiatal korában ö, dolgozott a szérűn, ahol a csépeltek, a gabonát ö, csépelték ki a szárból, aztán erdőn dolgozott, mezőn, réten, köművesek mellett, szulágereskedett, és olyan fizikai ereje volt, hogy mindig többet csinált, mint a, mint a többi ember, mindig, mindig, jóval többet, jóval nagyobbat emelt fel, jóval nagyobbat, egy szívlapáttal lapátolta például a köművesek mellett az anyagot, a murvát, a cementet. Mindig mindenütt többet dolgozott. Volt a TSS-esítés, amikor ugye jöttek a beszervezők, és munkaegység volt a, a fizetés. Tehát decemberben a munkaegységet ki és édesapám mindig jóval többet dolgozott, mint az idős TS tagok, TS asszonyok, meg a az emberek, akik ott dolgoztak a TS-be. Háromszor annyi dolgozott mindenkinél, és mégis ugyanannyi munkaegységet kapott év végén, mint a többiek. Tehát ő sok, -sok, igazság, sok mindent igazságtalannak érzett. És nagyon nem volt mit tenni, De ugye? De nagyon nem volt ez ellen nem lehetett Igen. nagyon lázadozni. Igen. A demokrácia akkor kicsit másképpen festett. Igen. Igen. a valódi demokrácia. Hogy alakult a ti életpályátok? Még egy visszatérnék Igen. Édes, egy néhány mondat erejéig, ezután, hogy ott hagyta a termelő szövetkezetet, elment kazánfűtőnek. És a kazánfűtő állás mellett tudott nagyon sokat közben olvasgatni, és, és innen művelődött magával, tehát a Petőfibe műveltek ki magát. Igen, olvastam a könyvben arról is, hogy nem csak Petőfi költészetében volt igen, csak jártas édesapátok, hanem úgy általában a magyar és a világtörténelem is elég jól ment neki. Olvasott, nagyon olva... tájékozott, olvasott ö... ember volt. Tájékozott volt, tehát a jókai könyveket például nagyon szerette, külön kiemelném. És tehát volt ideje, és, és dolgozott már, mint a kazán állás mellett. Jól ki meg Igen, ott sok ügyeleti órát kell tölteni ugye egy ilyen helyen, és akkor viszont jól jön, ha valaki el tudja hasznosan foglalni magát, és nem csak bámul a nagy semmibe. No, akkor a saját életpályák, Laci, ha már nálad van a mikrofon. Na, hát 52-ben születtem Veszprémbe, iskoláimat a Dózsa György általános iskolába nem a kettesben, ahogy én gondoltam, mert én azt hittem, hogy onnan ismerjük egymást, de Nem, kidevült, hogy egyáltalán igen. erről szó sincs. Onnan elkerültem a Műm 306-os számú ipari szakmokás intézetébe, ahol fűtésszerelő szakmát tettem le sikeresen, onnan pedig a Vive hoz kerültem fűtésszerelőnek. Egész És itt de... találkoztunk mi igazából még annak idején a réges régi igen, ókori igen. időkben. Hát már nagyon rég, igen. És 72-ig ott dolgoztam, fűtészelőként utána katonak két éve, és utána pedig bekerültem a központba ilyen erőkészítő művezetői állásra, így lekerültem a házgyárhoz, és ott a házgyárnál ott, találkoztam, ott találkoztunk. Pontosan így van. Akkoriban. A házjártól újból a kerültem, ahol a mi egységünk készítette a Veszprém Március 15 utcai úszodának a, a belső szerelési munkáit, és mivel közel laktam az úszodához, hát megpályáztam, hogy mi lenne, ha elmennék vízgépésznek, üzemeltetőnek. Egyből fel is vettek, és az úszodának én voltam a, az első alkalmazottja. Én töltöttem föl először a medencét vízzel, és szomorú szívbe tudom mondani, hogy 2012. szeptemberében pedig én ürítettem le utoljára a vizet, miután bezárták az úszodát. És úgy tűnik, hogy ez már így is marad valószínűleg. Még sokáig reménykedtek a Veszprémiek, hogy azért még talán meg lehet menteni ezt az úszodát, de Hát nem. pénz kell hozzá csak. Még azért egy kicsit visszatérnék a nagypapámra. A nagypapám Kővári Keller Ferenc, ő magyarosítottam a nevét Kővárira, a Veszprém város első szerelője volt, és egy kicsit talán követtem a példáját, mint első úszodai gépészként. Azért milyen jó dolog egy ilyet tudni. Egy, 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 ilyen családi vonatkozást. Ez egy büszkeség. Igen. Valószínűleg egy hagyomány teremtett. Egy nagyon jó egy csapat jön. jött össze az uszodába a vízgépészekkel azóta is rendszeresen biliárdra összejövünk gyakran, és, és, tartjuk a kapcsolatot mindenkivel azóta is. És a törzsúszó vendégekkel találkozunk mindig, köszöntenek, hogy milyen jó volt, amikor te voltál, mert meleg volt a víz. <laughs> Hát vannak titkok azért, ugye? Nem kell mindent elárulni. Margit, rólad mi szabad tudnunk? Tehát mi a Dozsavárosban laktunk a Sigra utcában. Nekem nagyon szép gyerekkorom volt, nagyon szabadok voltunk, nagyon boldogok voltunk. Nyáron, egész nyáron jártunk le a sédre, a lépcsősegyen kellett leszaladni, lent a séd. sédbe, mindig nagyon sok víz volt, és vittük le a teknőt, hogy mi majd ott a teknővel hajókázunk, úszkálunk, de a teknő, repedések voltak, úgyhogy ment a teknő egy métert körülbelül a sédvizén, amikor elsüllyed. És akkor kullogtunk haza, vittük a teknőt, nagyon sokat játszottunk a sédparton, nyaranta mentünk a csomai strandra, kaptunk pénzt mindig a belépőjegyre, és futottunk a csomai strandra, a gombánál fürödtünk egész nap ott voltunk, és hazafelé már éhesen fáradtan, olyan hosszú volt az út, mire hazaértünk, de nagyon jó szívvel emlékszem vissza a pajtakerti napközis táborokra, ott is nagyon sokat voltunk, ott tanultam meg pingpongozni. Aztán a Csihegy, a Csihegy az utcánk egyharmad részénél körülbelül, ott ment lefelé egy, egy kis köz a hosszú utcára. És ez a köz, ez kicsit kiboltosult, és tele volt bokrokkal, fákkal, olyan jó kis buvóhelyek voltak, és ott mindig ciléztünk, bújócskáztunk. tehát elment reggeltől estig az idő azzal, hogy mi ott játszottunk. Sokan voltunk, az utcabeli gyerekek mind ott játszottak a Csihegyen. Tehát ezek mind olyan nagyon-nagyon szép emlékek voltak. És akkor én is nyolcadikos lettem, amikor nagyon beteg voltam, kórházba kerültem, ott voltam hetekig, közben kellett jelentkezni tovább tanulásra, valahová kellett beiratkozni, tovább tanulni, és akkor édesanyám, én helyettem, én nem is tudtam róla, én helyettem a Kállai Éva egészségügyi szakközépiskolát jelöltem meg, tehát én oda kerültem, ott végeztem, négy évig oda jártam, ez, ez egy lányiskola volt, szakközépiskola, ott végeztem, és akkor szülésznő lettem, három évig szülésznőként dolgoztam, és úgy kerültem Pestre főiskolára, védőnőképző szakra, és védőnőként dolgoztam utána már, amikor megszületett a három gyermekem, akkor védőnőként mentem visszadolgozni. Ez is egy nagyon szép hivatás, babákkal foglalkozni, Igen, és hát ez a... a tanácsokkal ellátni az anyukát, aki először szül, és fogalma sincs, hogy mit is csináljon, ez mindenhol egy áldás a védőnői, És ugye nagyon híres a védőnői hálózat. Igen. Én úgy tudom, Nemzet, hogy, is. Igen. hogy a Igen. És, és akkor még Margit egy kicsit még visszatérve hozzád, a te családod most például, hogy néz ki? Három gyermekünk született, egy fiú és két lány, a férjem szülésznőgyógyász volt, veszprémben. Ő az egész életét, ő mindig ott dolgozott, sehová máshová nem ment, ő csak a kórházban dolgozott, nyugdíjas évei kezdetéig, és akkor a Covid-járványban első között halt meg három évvel ezelőtt. Hét unokánk van, hét apró pici gyönyörűség, mindenki, mindenki pici még, tehát kisiskolástól bölcsödéskorúig, mint az Orgona a sípa, hét kis unoka, a három gyermektől a hét unoka. Nagyon-nagyon sok örömet, szeretetet adnak, nagyon boldog vagyok. Igen. Vissza Lacihoz a család. Nos, még egy mondat elejéig vissza a Csihegyre. A Csi Amit nagyon-nagyon. Uh, sok... Kínaiul hangzik, pedig biztos nem kínai eredeti. <laughs> uh, és Veszprém, uh, Dózsa és sokan nem tudják még, hogy hol van. Nekünk meg az volt az életelemünk, gyerekkorunk játéka, játéka és. A... A Márkusné vörös sajnalkának is mi mutattuk meg, és csodálkozott rajta, hogy milyen szép kilátás van a várra, a Berenedekhegyre. A kérdésre rátérve, nekem is három családom lett, egy fiú, két lány és van három unokám, 14, 11 éves és három és fél évesek. Nagyon örülök nekik, foglalkozok velük gyakran, ők is szeretik a nagypapát, és hát nekem is a felesége 7 évvel ezelőtt sajnos elhunyt, úgyhogy most egyedül vagyok otthon pillanatnyi. Ezek a szomorú történetek, viszont ott van az unoka, a sok unoka. Igen. És Margit is szeretne valamit még mondani. Van nekünk még egy harmadik testvérünk is, a Márta, aki Bakonynánán él, és három gyermeke van, sok-sok unokája, azt hiszem kilenc unokája van, oh, hát. kilenc unoka, Ez és hát nagyon boldog velük. Édesapánkról nem mondtunk még el egy dolgot. Igen. Tehát a család nagyon megterhelt volt, nem csak a háború viharai viszontagságai, sok szenvedés, fájdalom az, amin keresztül ment a családunk, tehát a nagymamánk, nagypapánk, édesanyánk, hanem miután megvolt a, a kitelepítés, ők Veszprémben laktak, anyukánk férjhez ment, de még mielőtt férjhez ment volna, 1900. 1949-ben apukánk a szérűn dolgozott, ahol a gabonát csépelték, hozták a, a gazdák a gabonájukat, és ők pedig kicsépelték, és, és a gab, meg is várták a gabonát ott a helyszínen a gazdák, és vitték is haza este, amikor végeztek a munkával. Apukánk volt itt a munkafelügyelő ennél a munkánál. És közben jöttek a népnevelők, akik azt mondták apukámnak, ez déli órákban volt, vagy korai délután, azt mondták apukánknak, hogy álljon le a munka, ők most tartanak egy népnevelő fél órát. És apukánk. Ö Elkezdett velük beszélgetni, és mondta nekik, hogy most nem tudnak leállni az emberek, hanem nem sokára befejezzük a munkát, amikor viszik haza a gazdák a gabonájukat, és akkor itt maradnak még az emberek, és megtarthatják a, a népnevelő fél órát és szó szót követett, és csak nem mentek el, és akkor apukánk annyit mondott, hogy maguk mondják azt, hogy szabad hazában élünk, mi rabláncon élünk, ugye ezt is Petőfitől idézte. És emiatt az egy mondat miatt akkor elmentek a népnevelők, de éjszaka visszamentek apukámhoz, és éjszaka elvitték egy lefüggönzött autóval, és becsukták. És egy évet töltött Szegeden a csillagbörtönben. És amikor megvolt a rendszerváltás 89 után, akkor anyukám kezdeményezte a magyar kormánynál, hogy apukám is kapjon kárpótlást, végkielégítést, illetve hogy, hogy ismerjék el, hogy ez egy... Rehabilitálják. Rehabilitálják, igen. És akkor megjött a levél, rehabilitálták, és valamennyi kárpótlást is kapott édesanyám, azért, mert hogy apukám egy évet ült fegyházban, a csillagbörtönben. Tehát ez még, még a családnak ez még egy szörnyű tragédiája, ami ugye szintén bárnyékolta a hosszú évekig a család életét. Valamilyen módon a család történetéhez tartozik az is, hogy sokáig volt elhanyagolt Veszprém egyik híres kegyhelye. Volt, hogy rendszeresen gondozták a rabmária forrás környezetét, komoly kultusza volt, majd a forrás körüli műtárgyakat teljesen lerombolták, még a hajdani 1960-70-es években talán. Most viszont már ismét szépen elrendezett zarándók hely. Ebben te is részt vettél, Laci, ebben a felújításban, rekonstrukcióban, manapság így mondjuk, a Hétdomb Egyesület munkájának köszönhetően és abban részvéve. Ráczkoti a Hédon Begyesületnek a vezetője kezdeményezésére indultak meg a munkák, és közös megbeszélés, hogy hogy mint legyen. Először még ugye építésen gondolkodtunk, de aztán hát az irreálisra bizonyult, viszont az oltárt, a keresztet állítottuk, a környezetet rendbe és, és, hát a Katinak a szervezésével pedig processziók indultak különböző egyházközségektől, és tényleg sokkal, több százan is jöttünk a kezdetek kezdetén össze. Ez a szám azért időközben egy kicsit lanyhult, kevesebb lett, de ez még ma is él ez a hagyomány. Egy kicsit érdemes lenne bemutatni a Rabmária forrást, mert nagyon sok Veszprémi sem látta még, pedig ennek egy komoly nagy története van tudomásom szerint, emlékezetem szerint, tehát egy, ott valahol egy kertészet volt, a börtönnek a kertészete, ahol ez a ártatlanul fogva tartott hölgy is dolgozott, és ott ezen a helyen imádkozott a Jóistenér, hogy, hogy szabadítsa ki őt a, 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 az ártatlanul szenvedő fogságából és állítólag az imádsága meghallgatásra talált, és jelenkezett a bűnel követője, és ő kiszabadult. És eznek a helyén kezdődött ez a búcsújáróhely, hely, ami a háború közeletével, ugye fogolykiszabadítás, kiszabadítás, mint ő, mint fogoly szabadult aki a honvédség is átvette, ugye háborús foglyok kiszabadításáért imádkozzunk, és a, a jutasi artistképző fölkarolta ezt az eseményt, és méltó rangra emelték, méltó emlékhelyet hoztak létre, ami egészen a háború utánig sértetlenül megmaradt még azt is el tudnám mondani, hogy a, a szovjet csapatok kivonulásáig a szovjet laktanya és a szovjet lőszerraktár között terült el. Oda a civil ember nem nagyon mehetett, nem is mertek menni, és akik akkor látták, hogy még egész jó állapotban megvolt. Hanem a 90-es évek utáni vandalizmus nagyobb kárt tett benne, mint a szovjet megszállás. Ez milyen Morbid dolog, sajnos, hogy sajnos saját értékeinket képesek vagyunk. Utána a feledésbe merült sokáig, és hát annak kezdtük felélénkíteni, valahogy nyuk közösen emlékezetbe tartani. Ennek az egyik jele a, a Hétdom Egyesület kiadásába kiadott Rabmária Híradó, most már csak internetes oldalon jelenik meg. Gazdasági erő hiányán. De legalább megjelenik. Igen. legalább, Igen. akit ez érdekel, és most reméljük, hogy sokak érdeklődését felkeltettük. Utána tud nézni ennek is. Ki hogyan élte meg az EKF évet? 2023-at. Hol járt? Mit csinált? Mit szólt a rendezvényekhez Laci? Te? Rögtön a, a január 22-i év, évnyitó. Már részt rész vettem, csodálatos műsor volt hely személyesen is, illetve az esti részét a tévébe néztem meg, fenomenális volt szerintem. Melyik helyszínen voltál a megnyitó? Ugye három helyszínen. Három nem helyszín, az helyszín az közül a Bástya áruház. A nem láttalak, mert én is ott voltam, de hát volt hát még rajtunk kívül, meg vagy ezren még. A, elsősorban azért, mert a Márkói néptán táncosokat figyeltem, a Cserdülő Együttesnek a, a talagjaitnak a műsorát, azt figyeltem meg. Gyönyörű volt a fényszorozás, amikor a hóesésbe megvilágották ez... megvilágították a hulló hópihéket, ez nagyon szép volt. Illetve hát aztán az összes többi, nem az összes többi, de nagyon sok kulturális rendezvényen szintén részt vettünk Sokat még lehet, kíváncsian érdeklődve, mert, mert ez egy kicsit felemelőzés, hogy Veszprémet, a szülővárosomat ilyen megtiszteltetés érte, hogy Európa oda tekint kulturális területre, ide tekint erre területre. Úgy láttam Margit arcán, hogy ő nem annyira vett részt ezeken a rendezvényeken, kihagyta ezt az évet ilyen szempontból legalábbis. De arról biztosan van véleményed, hogy szerinted az LKF mennyit számított veszprémnek? Mekkorát változhatott ez a város azzal, hogy hogy elnyerte ezt a címet egy évre. Te érzékelsz valamit fejlesztésekben, megmozdult valami esetleg, hogy látott te? Igen, um, a nyitónapon én, én, a tévé előtt néztem, mert hogy ott voltak az unokák nálunk, és a lányomnak is aznap volt a névnapja, tehát otthon voltunk, de a tévét néztük, és tényleg csodálatos volt a hóesésben, ahogy mutatták a helyszíneket. Felemelő érzés volt valóban. Szívem szerint én is ott lettem volna, de hát a családi esemény miatt nem tudtam részt venni ezen. Nagyon-nagyon sok új, új dolog épült, új játszóterek lettek, új épületek. Így van. A leghíresebb ugye a volt Heimpál gyermekkorház, az mint, az activity, mint igen, egészségügyisnek, igen, ugye volt, ez biztos többször jártunk a legtöbbször is, igen, valóban. Akkor mentünk a sétányon, ahol a, a sétány végén az új játszótér, ér, aztán láttuk a száz éves villanyoszlopot, ami szintén igen. az Acti mellett van. Nagyon-nagyon sok. Nagyon a... Józsi bácsinak az Nem. emléke talán ő gondozta azt az oszlopot. Igen. Egy érdekes oszlopról van szó, ugye? Igen. Beton, és belül pedig fa, béléses. Igen. Annak idején azt voltak ilyenek bőven, de aztán ez az egy maradt mutatóba. Akartál Igen. még valamit mondani? Igen. És akkor láttuk a szobrokat is, az öt szobrot, sőt, jöttek a, a gyermekeim is Győrből és Győr új barátról, és az unokáimnak is megmutattam a szobrokat is. A mesélő, mesélő Buszmegálló. Buszmegállókat is. Igen, igen, igen. Ugye a szobrok, ha valaki esetleg nem tudná, a Veszprémi hírességekről, egy 3D nyomtatós eljárással készült szobrok, amelyekhez mai emberek álltak egyébként modellt. És úgy gondolták, hogy talán ők hasonlítanak ezekre a, ezekre a nagy, régi nagy Veszprémi személyiségekre. Hát úgy érzem, hogy... Hasznos volt ez a beszélgetés. Ha valakiben még van valami, amit szeretne közzétenni, akkor mert látom, Laci még valamit fontolgat. Hát én 88-ban kiköltöztem Veszprémből, Márkóra, végül is az őseinknek a szülőfalujába tértem vissza, és hát ott is az egyháznál, a Markoi, Magyarok és Németek baráti körénél, a Nyugdíjas Klub Egyesületbe tevékenykedek, és aktívan tartom a nyugdíjas kondimat, tehát hogy sok felé az unokáim és a kertem mellett. Azért édesanyja vére csörged ez az erejében, azt hiszem ebben megállapodhatunk. Az egész családnak további jó egészséget, még hogyha lehet egy-két unokát azért én kívánok, biztosan jól jönne. Köszönjük szépen. Szabadkáné Kővári Margit és Kővári László privát veszmény részvevőknek köszönöm a beszélgetést.